Picit szomorúnak nevezte az eseményt Pintés Szilárd Dombóvár polgármestere. Mind a Kaposmenti Társulás, mind a Dombóvári Szociális Társulás tekintetében is zárul egy időszak, hiszen október elején alakulnak az új testületek, és ezzel egy időben az új társulások is. A mai nap egy picit ünnepélyes is lesz, hiszen van 5 polgármester kollégám, aki úgy döntött, hogy már nem indul a megmérettetésen, és nyilván megkezdik békés civil életüket. Van, aki új pályára megy, van, aki nyugdíjas lesz, és nyilván otthon fogja tölteni az idejét unokájával, a szerencsésebbek. Remélem, hogy jó szájízzel válunk el egymástól, hiszen egy elég tartalmas, mozgalmas 5 évet tudunk magunk mögött. Isten igazából talán azt sem mondanám, hogy ez a legboldogabb 5 évünk volt, hiszen pandémia volt, orosz-ukrán háború hatásai éreztük nap, mint nap. Az ülésen résztvevők abban mind egyetértettek, hogy egy küzdelmes időszakot tudnak maguk mögött. A Kaposmenti Társulás az 2015-ben jött létre, amikor úgy döntöttek a falvak, hogy Dombóváról leválnak, és megpróbálnak önálló életet élni. Ez a visszarendeződés 2019-ben történt meg, amikor jó magam, aki addig elnöke voltam a Kaposmentinek, Dombóvár város polgármestere lettem, és nagyon remélem, hogy soha többet ez a törésvonal nem fog kialakulni, hiszen nem őrzi senki jó emlékét annak a ciklusnak, amikor a város és a 15 település külön utakon járt. Mind a 16 település reméli, hogy egy sokkal több örömökben teli időszakot kezdenek meg az októberi alakulással. Brunner Dezső, Várong leköszönő polgármestere 30 éve tagja a társulásnak. Nagyon fontos szerepet töltött be a kis falvak, de a nagyobb faluk életében is ez a társulás, mert ő szervezte a dolgainkat, és ilyen kicsi kis falu nem tudna sok mindent megcsinálni, de azért egy ilyen nagyobb formában azért mindent el tudtunk érni, amit szerettünk volna is, sokkal kedvezőbben, sokkal kevesebb pénzért, mert bizonyos összeget kellett fizetni, de ezek csak inkább ilyen jelképes összegek voltak, de ugye voltak pályázatok, azért segítették a munkánkat. Én megmondom őszintén, meg voltam elégedve mindig a társulás munkájában. Valamikor a kistérségek alakulása a 90-es évek végén történt kormányrendelet szerint. Erre az időszakra tehető a Dombóvár és a környező 15 település első együttműködése is.